Köszöntöm nézőinket, ez a Gyula TV híradója. Lássuk röviden mai híreinket. Egyedülálló falfestések. Befejezték a munkát a restaurátorok az Almási kastély termeiben. Az eső hátráltatta a kezdést. Közel egy hónap csúszással indulhatott el az őszi betakarítás. Tájékoztató a gazdáknak. Szakmai fórumot tartottak a vidékfejlesztési program pályázati lehetőségeiről. Gyógyír északi szélre. Teltház mellett mutatták be Daniel Glattauer darabját a kamarateremben. Barokkori külsőt kapott a török torony, befejezték a munkát a restaurátorok az Almási kastély termeiben. Szakemberek szerint az épület klasszicista felfestései az egész országban egyedülállónak mondhatók. Ez a nap híre. Körülbelül olyan 420-440 éves körüli az az építményrész, aminek most ezt a külső-belső terét láthatják a látogatók. Jó pár évszázada valószínűleg ebben a fülkében teljesített szolgálatot a török strázsa. A mellette lévő átjárón keresztül juthattak az őrök a szobákba. A napokban lényegében befejeződött az 1590-es években épült, és ma is azokon a köveken álló török torony külső-belső felújítása. A munkások már az utolsó simításokat végzik. A torony körülbelül 150 éve nézett ki így. Az épület a 19. század végén romantikus stílusú vakolatot kapott. Ezt az állapotot a kastély másik szárnyánál lévő torony mutatja meg. A török torony a kastély épület együttesének legrégebbi részét képezi. A barokkori felépítmény felsőbb szintje a Harukken családhoz köthető. A kövekből épített felépítményt az oszmán fennhatóság idején kapusházként használták, vagyis itt lehetett bejutni a vár területére. A törökök az ő itt létük alatt ezt a főbejáratot használták, és itt hatalmas nagy fakapuk voltak. A boltozatnál lehet látni a kapu mozgató fészkeket, illetve az egyik oldalon egy nagy gerendát, amit ők helyeztek el a kapuknak a rögzítésére. Ez a lépcső vezet a torony belsejébe, ahol 9 méter a belmagasság. A tervek szerint ez a tér kiállításoknak ad majd otthont. A főépület belsejében is nagy változások láthatók. Részben az, hogy már látszik az alapja annak a területnek, ahol majd a vendégek közlekedhetnek, de helyükre kerültek a kályha rekonstrukciók is. Az állványok elbontása után a két egymás melletti, emeleti terem szinte régi fényében ragyog, köszönhetően a restaurátori munkának. Itt a szakemberek a 19. század eleji állapotot állították helyre. Ez a klasszicista enteriőr egész Magyarországon egyedülállónak mondható. Ennyire kvalitásos és ennyire belső térben bemutatható klasszicista festést nem nagyon ismerek. Tehát a klasszicista kúriákban és a klasszicista kastélyokban ilyen egybefüggő két terem nem nagyon maradt fent. A nagyobb volumenű munkálatok már nem sokáig folynak. Télen alapvetően a finom hangolás és a próbaüzem tölti majd ki az időt. Mint arról már beszámoltunk, az épület hivatalos megnyitója márciusban lesz. Közel egy hónap csúszással kezdődhetett meg az őszi betakarítás az elmúlt hetekben történt esőzéseknek köszönhetően. Mindez az őszi árpa és búza vetésére is hatással volt. A mostani jó időnek köszönhetően azonban a gazdák megkezdték a munkálatokat. Az őszi vetésre készülnek a gazdálkodók október végén. A késői kezdés oka az elmúlt hetek esős időjárásában keresendő. A rossz idő miatt a betakarítási időszak is kijebb tolódott. Ideális esetben a vetést már október első hetében megkezdik. Megcsúszott a betakarítás az idei ősz folyamán, az esőzések véget. Egy hónappal csúszott ez meg, és emiatt a vetés is. Hát magyarul az őszi árpa, őszi búzának a vetése, mondhatom úgy, hogy olyan 60%-nál tart most jelenleg. Nem lehetett rámenni az utóbbi időbe a földekre, mert fel volt lágyulva. Akik pedig a betakarítást végezték, szintén emiatt nem tudták a kukoricát és a napraforgót. A napraforgónál azt mondom, hogy olyan 90%-ig durván be van takarítva, és a kukoricának meg olyan 60-70%-át lehet kijelenteni.
A napokban teljes gőzzel indultak el a munkálatok a földeken. Az idei őszi folyamatok olyan szempontból a tavalyi évhez hasonlóan alakulnak, hogy a sok csapadék hátráltatta a munkát. A jövő évi búzatermést ez nem fogja befolyásolni. Elsősorban a téli időszak lesz meghatározó a termény számára, állítja Béres Imre gazdálkodó. Természet mindig helyrehozza azt, amit elrontott, tehát most az elkövetkezendő előrejelzések azok jó időt jósolnak. Tehát én azt gondolom, hogy nagyjából azért be lehet pótolni, csak nyilván minden egy 3-4 hetet hátrébb csúszik, de ez azt gondolom, hogy nem feltétlen rontja a jövő évnek a kilátásait, tehát ez azt gondolom, hogy a termés betakarítható lesz. A napraforgók, amik jobban veszélyben vannak még ilyenkor, vagy már ilyenkor, a kukoricával esetleg egy kicsit magasabb a nedvességtartalom, de abban nem okoz ez kösebb problémát, csak nyilván az, hogy a talajok azért lágyak, nehezebb lehordani a terményt, sárfelhordások keletkeznek, ez örökös problémát, baleseteket okoz, tehát ez azért egy kicsit úgy rontja a helyzetet. A nem belvizes területtel rendelkező gazdák a munkálatokat nagyjából november közepére tudják befejezni a környéken. Szakmai fórumot tartottak csütörtök este a vidékfejlesztési programpályázat lehetőségeiről a Békés megyei gazdálkodók számára. A megjelentek a program részleteiről és a pályázati feltételek változásairól kaptak tájékoztatást. Vidékfejlesztési pályázati lehetőségekre hívták fel a figyelmet azon a csütörtök délutáni fórumon, melyet elsősorban a gazdálkodók számára hirdettek meg. Az első előadás a támogatási rendszerről, a feltételekről szólt. A beadás módjában most felhívások vannak, nem rendeletek, mint a korábbi UMVP programban, amelyik korábban 5 évig tartott, és most is egy 5 éves ciklus fog elkezdődni ezeknek a gazdálkodóknak. Azon kívül támogatási okiratban fog létrejönni, és a polgári jogi törvény szerint, nem pedig a KET szerinti törvény szerint fogják ezek a szerződések előkészülni. A fórum a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei igazgatósága, valamint a Békés megyei önkormányzat közös szervezésében valósult meg. A rendezvény szó esett a terület és településfejlesztési operatív program 2014-20-ig tartó fejlesztéseiről is. Ami miatt itt voltunk, az a figyelemnek a felhívása, hogy elindulnak ezek az operatív, ezek a fejlesztések az elkövetkező időszakban, és nyitott szemmel kell járni minden egyes gazdálkodónak most is, hisz minden egyes alkalmat meg kell ragadni véleményünk szerint, ami eléjük gurul, és ezt nem szabad elengedni, hisz az utolsó olyan fejlesztési időszakban értünk, ahol jelentősebb európai uniós források is érkezhetnek az országban, és erre szeretük valami mindenképpen felhívni a figyelmet, hogy minden olyan lehetőséget ragadjanak meg, ami csak lehetőségükben áll. A szervezők további fórumokon tájékoztatják az érintetteket, a következő helyszínt november 2-án ELEK szolgáltatja. Emberi kapcsolatok a virtuális térben. Őszinteség, hazugság, félelem. Ezeket a kérdéseket taglalja Daniel Glattauer Gyógyír északi szélre című darabja, melyet teltház előtt mutattak be a Várszínház kamaratermében csütörtök este. Miután továbbra sem hajlandó tudomásra, hogy többször egy kísérletemből, hogy nem mondjam, egyre csökkenő színvonalú lapjukat, közben önökkel tovább egy kivért nem fizetett, üdvözletelen bírót. Egy félrecímzett e-maillel indul el a darab fonala, ami aztán a végére kerekedik történetté a Gyógyír északi szélre című előadásban. Emi Rothner e-mailben szeretné lemondani a Like magazin előfizetését, de félreüt egy betűt, és levele véletlenül Leo Lejkinél köt ki. Minthogy újra meg újra a rossz címre ír, Leo egy idő után kénytelen felvilágosítani őt a tévedéséről. Így veszi kezdetét a különleges levélváltás, ami azután szépen lassan halad a végkifejlet felé. Az internet ugyan nagy szabadságot ad, de ennek árnyoldalai is vannak. Ezt a részét ragadja meg a világnak, ami teljesen szabad, de mégis nagyon sok veszélyt rejt, hogy egy e-mail kapcsolaton keresztül csak írott formában hogy fogalmazunk meg magunkat, milyen képet adunk magunkról, és az valóságos képe vagy nem. Félünk egy találkozástól azok után, hogy felépítettük magunkat egy e-mail kapcsolatban, vagy nem félünk ettől a találkozástól, tehát magyarán attól, hogy kiderül-e a valóság vagy nem, és egyáltalán milyen zsákutcái és útvesztői vannak egy ilyen kapcsolat felvételnek, illetve egy kapcsolattartásnak, vagy egy ilyen szerelemnek, mert ez az. Mostanában talán öregesebben írok, mint amilyen vagyunk, de én pedig gyanítom, hogy magam meg fiatalosabban írok, mint amilyen valójában.
Bár a darab születése óta az internet világa sokat változott, gyorsult, több a lehetőség valós vagy eltérő képet festeni magunkról, de az alapkérdés ugyanaz maradt. Mennyit tudunk hazudni magunknak, magunkról az interneten, és ez hogyan változtatja meg mindennapjainkat? Én amit legfontosabb jónak tartok ebben az egész írományban, az az, hogy azért az ember egy csomó ideig képes élni egy olyan életet, ami nem biztos, hogy az övé. És bizonyos helyzetek aztán ráébresztik arra, hogy változtatni kell, vagy szembe kell nézni azzal, hogy képes az ember szerelembe esni valami olyasmivel is, ami igazából megfoghatatlan, de mégis sokkal valóságosabbnak érzi, mint a hétköznapi életét. A kamarateremben még november 15-ig látható Keleti Éva fotókiállítása Visszapillantás címmel. Idén is több elismerést adtak át a Pándi Kálmán Kórház névadójáról elnevezett ünnepségen. Az intézmény legnagyobb díját, a Pándi emlékérmet Roxin Tibor érsebész szakorvos vehette át. Rövid hírek következnek. Két fontos ünnepe közül most a névadóról elnevezett napot rendezték meg a Pándi Kálmán Kórházban csütörtökön. A főorvosi köszöntő után elsőként a mezőhegyesi kórházi részlegben történt tűzeset elhárításában résztvevő dolgozóknak köszönték meg a helytállást, majd a pályakezdő orvosok tettek esküt. Az alaptörvényhez hű leszek. Az alaptörvényhez hű leszek. A kórház legnagyobb elismerését, a Pándi emlékérmet idén dr. Roxin Tibor érsebész főorvos vehette át, aki a hagyományokhoz híven egy emlékfát is elültetett a kórház udvarán. Aki tüntetett, a díjat nagy megtiszteltetésnek tartja, aki eredetileg nem is erre a pályára készült. A Pándi nővér elismerést idén ketten érdemelték ki, Halász Emese szociális munkás, aki nagy elismerésnek tartja a díjat, és ahogy fogalmazott, nem mindig könnyű ez a hivatás, de úgy érzi, ezen a területen tud leginkább kiteljesedni. Szintén Pándi nővér elismerést érdemelt ki Nagyné Altibolya osztályvezető ápoló, aki nagy örömmel fogadta az elismerést, ami arra ösztönzi, hogy a jövőben is ilyen odaadással végezze munkáját. Ez az ünnepség jó alkalom arra, hogy ráirányítsa a figyelmet az egészségügyben dolgozók áldozatos munkájára, és elismerjék az arra érdemeseket. A rendezvény Roxin Tibor tudományos előadásával fejeződött be. Alig 7 évet bírtak ki a gyulavári tornacsarnok nyilászárói a nem megfelelő felületkezelés miatt. A gomba és a penész olyan pusztítást végzett, ami miatt az ajtók és ablakok cseréje teljes egészében szükségessé vált. A város ezt a több mint 10 milliós beruházást önerőből valósította meg, hogy a diákok zavartalanul használhassák a csarnokot. A nyilászárók eredeti színben lettek beépítve, és a korábban kispórolt elektromos mozgatással most már a szellőzés is biztosított. A kivitelezés 2 ütemben valósult meg. Ki kellett cserélni a teljes falat, üvegfalat, nem csak a szellőzés, hanem a pánikzár miatt is. Így most már teljes biztonságban működik, ezt mindjárt be is tudjuk, és előtt ennyi az egész. Megyeri Sándor és Szabó Károlyt azt mutatják, hogy így kellett volna működnie a pánikzárnak a korábbi nyílászáró esetében is, de ez is az egyik hiányossága volt az épületnek. A korábbi ajtók és ablakok egyébként fából készültek, és a rossz felületkezelés miatt mentek tönkre ilyen rövid idő alatt. A most beépített nyílászárókkal a kivitelező szerint optimális esetben 25-30 évig nem lehet probléma. Legjobbjai közül mind az NB1-es Debrecen, mind a másodosztályú Szeged Grosics többeket pihentetett a Magyar Kupa negyedik fordulójának első mérkőzésén. A hajdúságiaknál így is több válogatott játékos, Szakály, Bódi és Varga lépett pályára, míg a hazai együttesben 5 olyan fiatal kapott lehetőséget, akik rendszeresen csak a megyei első osztályú fiók csapatban futballoznak. A debreceniek már a találkozó elején támadólag léptek fel. A negyedik percben Sós éles szögből leadott lövését védte Molnár F. Tamás. 2 perc múlva Pászka cselezgetett a jobb oldalon, az ígéretesen alakuló akció végén viszont nem talált jó helyzetben lévő társat. A 42. percben Bódi küldte fölé a szabadrúgást. A második félidő is debreceni mezőny fölénnyel kezdődött. A vendégeknél az 50. percben Szakály játszott Bódihoz, akinek a beadásáról kevéssel maradt le a hosszú oldalon érkező Sós. A 75. percben Cirok hosszú labdájával Geiger léphetett volna ki. Majd a debreceniek a 82. percben kerültek a legközelebb a gólhoz, Jovanovics passza után Berecki a felső lészre bombázott. A végén még a Szeged is próbálkozott,
de az eredmény már nem változott. A Szeged Grosics a következő bajnoki mérkőzését szombaton Gyulán játssza az ETE ellen. A kupa visszavágóra november 18-án kerül sor Debrecenben. Méltóképpen szeretne megemlékezni a megyei önkormányzat a török hódoltság utáni politikai, közigazgatási újjászervezésről, hangzott el a csütörtök délelőtti Békés Csabai sajtótájékoztatón. Zalai Mihály a közgyűlés elnöke arról számolt be, hogy a 300. évfordulót egy több eseményből álló rendezvénysorozattal ünneplik meg, hogy a programok ne csak azokhoz szóljanak, akik már egyébként is ismerik ezt a korszakot, fontos szerepet szánnak a gyermekek bevonásának. Az egyik ilyen esemény egy általános és középiskolás diákok számára meghirdetett versmondó verseny lesz, melynek van egy rendkívüli kitétele. A sorozat egyik különleges eseménye lesz egy olyan barokk zenei koncert, melyet a Békés Csabai Evangélikus Kistemplomban mutatnak be. A november 20-án kezdődő programsorozat egy Békés Csabai emléktábla avatással kezdődik. Békésen kiállítást nyitnak meg, majd ünnepi közgyűlést tartanak, de lesz műveltségi vetélkedő és rajzpályázat is. Ne vigyenek sok pénzt magukkal a temetőbe, tárgyaikat ne hagyják őrizetlenül, zárják le kerékpárjukat. Többek között ezt tanácsolja a rendőrség az emlékezés napjaira. A síremlékek látogatásakor pénzt csak annyit vigyenek magukkal, amennyire a virágok, mécsesek megvásárlásához vagy az utazáshoz szükségük van. Sokan a sírok gondozása közben a földre vagy sírkövekre teszik le táskáikat, melyeket aztán például arra az időre, míg elmennek vízért, őrizetlenül hagynak. Az is gyakran előfordul, hogy a sírkertekbe érkezők a leparkolt autókba hagyják értékeiket. Ha ezek jól láthatóak, akkor a rossz szándékkal nézelődők hamar felfigyelnek a tárgyakra. A rendőrség további tanácsai honlapunkon olvashatók. Békés megyében történt lopások elkövetésével gyanúsítja a rendőrség azt a férfit, akit Gyulán fogtak el a rendőrök. A köröstarcsai férfi el akart futni a járőrök elől, de nem sikerült elmenekülnie. A gyulai rendőrkapitányság október 27-én vett őrizetbe egy köröstarcsai férfit. A 23 éves S. Sándor a nyomozás eddigi adatai alapján május 28-án Gyulán egy családi ház udvarán lévő garázsból, az ott parkoló személygépkocsi kesztyűtartójából több százezer forintot tulajdonított el. A rendőrök nemrég Békésen akarták igazoltatni, de autójával elhajtott, majd Gyula külterület lekanyarodott egy földes mellékútra, ahol elakadt. Útját futva folytatta, de a rendőrök elfogták. A férfi ezen kívül több Békés megyében történt vagyonelleni bűncselekmény elkövetésével is gyanúsítható. Ezek többségét a vésztői M. Lászlóval együtt követte el, akit a rendőrök szintén őrizetbe vettek. Évek múltán nehezen emlékszünk vissza egy átlagos szerda délutára, amikor úgymond semmi nem történt velünk. A jó dolgok viszont egy életre megmaradnak. Újra és újra átéljük őket, helyre billentik az egyensúlyunkat. Egy séta valamelyik gyönyörű utcán, egy győztes mérkőzés, vagy egy sikeres vizsga. Mi a legjobb dolog, ami történt önnel? A judó verseny, azokat nagyon szeretem. Szép eredményeket értél el? Hanyadik helyezés? Hát van két első helyezetem, egy második, kettő harmadik és egy ötödik helyezetem. Talán az, mikor még sportoltam, és meccset nyertem, teniszeztem. Az jó volt. Milyen helyezéseket értél, hogy milyen szinten űzte a teniszt? Voltam megyebajnok 4 évig, területi bajnokságon második, úgyhogy elég jó eredményeim voltak. Ő meg, amikor elkezdtem lovagolni, mert az egyszerűen nekem jól esett, hogy elkezdhettem, és azt most máig is csinálom. A tavalyi árakon vásárolhatunk koszorút a piacon. Lapszemle következik. Nem lett drágább a koszorú. A tavalyi árakon vásárolhatunk koszorút a piacon, írta a Gyulai Hírlap. A kínálat idén is változatos. Különböző méretű és anyagú koszorúk között válogathatunk. Zsilinszky Mihályra emlékeztek. Az államtitkár halálának 90. évfordulójára rendezett megemlékezést és egyben kamara kiállítást csütörtökön a Munkácsi Múzeum, írta a Csabai Mérleg. Zsilinszky Mihály életének nagy részét áldozta Békés Csaba a szülőföldje fejlődéséért, az oktatás és a művelődés fejlődése szívügye volt. A megemlékezés résztvevői előtt számos életesemény tárult fel az egykori államtitkárról, aki nem csak tanár, hanem történész is volt. Keresik a karácsonyfát. Van Orosházán olyan fenyőfa, amely karácsonyfa lehetne? És felesleges fenyőgaljak?
Mindkettőre szükség lenne idén az ünnepi hangulathoz a város főterén, írta az Orosz Café. A szervezők az elmúlt évekhez hasonlóan idén is remélik. Van Orosházán egy méretes, szép fenyő, melyből a város karácsonyfája lehetne, és hetekig díszíthetné a főteret. Megújult a debreceni Szent István templom. Bosák Nándor nyugalmazott püspök, a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye apostoli kormányzója áldotta meg a belső terében megújult Debrecen szabadságtelepi Szent István templomot, írta a Magyar Kurír. A főpásztor homíliájában elmondta, a felújított, más világítással ellátott templomban látjuk a minőségi különbséget. Így talán jobban megértjük, milyen szerepe van az ember életében a fénynek, a látásnak. Szombaton az évszaknak megfelelőnél kissé még enyhébb, említést érdemlő mennyiségű esőtől mentes idő várható. Vasárnaptól árnyalatnyi lehűlésre, szerdától újabb enyhülésre, tartós ködre van kilátás. Szombaton, miután a reggeli köd felszállt, derengő napsütés, délután napos idő várható. Gyenge, változó irányú lesz a légmozgás, eső nem esik. Éjjel főként a mélyebb fekvésű vidékeken ismét terjeszkedik a köd. Az évszaknak megfelelőnél enyhébb idő várható. Éjszaka 5, napközben 14 fokra számíthatunk. A folytatásban vasárnaptól árnyalatnyi lehűlésre, szerdától enyhülésre, tartós ködre van kilátás. A hőmérséklet vasárnap 3 és 14 fok között valószínű. Lássuk még egyszer mai híreinket. Egyedülálló falfestések. Befejezték a munkát a restaurátorok az Almási kastély termeiben. Az eső hátráltatta a kezdést. Közel egy hónap csúszással indulhatott el az őszi betakarítás. Tájékoztató a gazdáknak. Szakmai fórumot tartottak a vidékfejlesztési program pályázati lehetőségeiről. Gyógyír északi szélre. Teltház mellett mutatták be Daniel Glattauer darabját a kamarateremben. A Gyula TV híradóját látták, most az értékőrző következik. Köszönjük figyelmüket, további jó televíziózást kívánunk!